Még 2021. februárjában nyitották fel a Nemzeti Emlékhelyen lévő oszáriumot, hogy kiemeljék a maradványokat, mintát vegyenek és elkezdődhessenek a genetikai vizsgálatok. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, sajtótájékoztatón ismertette az eddigi eredményeket, melyek szerint a Székesfehérvári osszáriumból vett mintákból két árpátházi személyt azonosítottak. A Magyarság Kutató Intézet kutatói, akik Korvin János és családja csontjaiból meghatározták a Hunyati család származását is. Káslár Miklós elmondta, az archeogenetikai kutatás két irányba indult el Magyarországon. Szegeden populációgenetikai kutatások kezdődtek, az Országos Onkológiai Intézet pedig az Árpád dinasztia genetikai állományának kutatását indította el, azonosítva a harmadik Béla király férfiági leszármazási vonalát. Ezt a két kutatási eredményt egyesítette a Magyarságkutató Intézet, kiegészítve a többi tudományák eredményeivel.